És akkor most folytassuk a előadást kiszünet után, és sugárzásokon szépen végigértünk. Jönnek a lázosabb dolgok. Ellátmány. Tehát amikor összeparkolunk egy hosszú útra, igen, az tud így is kinézni. És aki odafölön megy, az odafönt elég sok időt fog tölteni, és tény, hogy mindent vinnie kell magával. De helyben semmit nem fog találni. És ellátmánynak vannak általános egyéni részei. Vannak általánosak, hiszen víz, üzemanyag, államforrások, technikai eszközök, ezek úgy általában általános dolgok. De van, amit személyre kell szabni. Kezdjük például az élelmiszerrel. Hát, hogy gondolja mindenki, hogy élelmiszerrel hát mi gond lehet az ellátmánnyal? Hát az, hogy akik oda fölkerülnek, azok általában sokféle kultúrkörből jönnek. És amit fölvisznek élelmiszert, azt mindenféleképpen el kell fogyasztani, hiszen nem azért viszik fel, hogy hulladék legyen belőle, ételhulladék legyen belőle, hanem azért, hogy az emberek munkaképesek maradjanak oda. Éppen ezért minden űrhajósnak, manapság már, hosszú-hosszú hetekbe telik, amíg végigkóstolgatja a lehetőségeket, és annak alapján állítják össze személyre szólóan az ellátmányát. Ez néha humoros dolgokat is tud eredményezni, hiszen addig, amíg az ember kóstolgat egy ételt, és ízlik neki az jó, de amikor fölkerül, akkor megváltozhatnak a dolgok. Erről majd hamarosan beszélünk. Levegőellátmány. Hát, nagyszerű, följutatjuk a levegőt tartályokba. De biztos, hogy ez a legjobb módszer? Mert nem csak a komponenseket külön-külön. Vagy például följutatjuk az oxigén külön, hogy adagolni tudjuk a légkörhez. De hogyan? Gázként? Nagyon sok helyet foglal. Folyékony oxigénként? Remek, termoszban, szuper. A termosznak is nagy a tömege. Ehhez képest mondjuk egy kiló vizet egy nejlonzacskóba föl lehet vinni, és hogyha odafelé van egy megfelelő berendezésünk, ami vízbontással, oxigén és hidrogénnel szétválasztjuk, hidrogént ezt átnyújtjuk az univerzumnak, az oxigént még felhasználjuk. Döntsük el, mit könnyebb fölvinni csomagolóanyagként? Egy nejlonzacskót, vagy egy hőszigetelt termoszt? A választási lehetőség. Ruházat. Mindenkire mérete szabott ruházat. Nincs konfekció. És bizony, mivel odafönt a mosogatás is eléggé macerás, hát most meg egyáltalán nem lehet. Éppen ezért bizony elég sokáig használnak egy ruhát. Jók azok az abszorpciós légszűrők, amik megfogják a szagokat. És hogyha valaki nem erre hagyatkozik, bizony, ha valaki valamilyen illatos, tisztálkodó szert, vagy egyéb holmit vinne fel, nagyon gondosan bevizsgálják, hogy nehogy az legyen, hogy nem tudjuk kivonni a levegőbe az illatanyagot, és az egész űrállomás mondjuk levendulaszaktól bűzik. És a ruházattal mennyire takarékoskodnak, általában egy öltözött ruhát nagyjából egy hétig használnak, és utána nem a szemétbe kerülne, oda még nem. Megvárják, ami megszárad, és utána a sportolás az még külön föl lesz. Arra még jó. Azután meg úgy is tisztálkodni. Mindenféle eszköz, amit felviszünk, hát multifunkcionálisnak kell lennie. Miért? Hát, mert nem vihetünk fel korlátlan számú eszközt, annak is súlya van. Nem vihetünk fel egy egész készlet csavarhúzót, hogyha három csavarhúzóval, meg néhány cserélhető fejjel, meg tudjuk oldani ugyanazt a feladatot. Le kell szűkíteni az eszközöknek a számát, amit felviszünk, mert drága fölvinni a dolgokat. Egyszer egy közgazdász végzett egy számítást, konkrétan akkor, amikor az űrrepülőgép programot legtöbben ellenezték, és főleg gazdasági okokból ellenezték, és kiszámolta, hogy ide lent 1 kg aranynak az értéke, az több tonna kenyérnek felel meg. Na de hogyha a kenyeret is, meg az aranyat is feljuttatjuk, a bekerülési értéke fönt az űrrepülőgép fedélzetén 1 kg arany, az 2 kg kenyérnek felel. Most innen láthatjuk, hogy milyen őrülten drága bármit is felvinni. És minden egyébben, hogy föl kell jutni, ami eszünkbe jut,
akár csomagolás, akármi, amiből lehet, hogy csak hulladék lesz, pontosan meg kell választani. Ennek ellenére hát tud így kinézni egy aktér. És nagyon sok mindent föl kell szállítani. Na de ez is problémát ad okoz. Miért? Az utánpótlás. Mit kell fölvinni? Mindent. És lehetőleg semmit. Miért? Hát abból kell kiindulnunk, hogy ami fönt van, az elégséges. Úgy kell megállapítani a készleteket, hogy ami fönt van, az elégséges. Miért? Tételezzük, hogy elromlik valami. Egy fontos berendezés. Mondjuk az a berendezés, amivel kinyerjük a levegőből a nedvességet. Miért fontos berendezés? Hát ugye a nedvességnek megvan az a jó tulajdonság, hogy valahol úgy is le fog csapódni. Hol? Hát viszonylag hideg helyeken. Hol van viszonylag hideg? Az űrállomás falán például. Az űrállomás falán szépen így a nedvesség megjelenik. Ez problémát okoz? Hát így első pillantással nem. Hova helyezik el a berendezéseinket? Hát lehet, közel a falhoz, hogy minél több térben hagyjon közöttük. És amikor az űrállomás falán így gyöngyözik a nedvesség, és mellette finom elektronikai berendezések vannak elhelyezve mindenfelé, isteni helyzet egy jó orbitzálathoz. Arról nem is beszélve, hogyha az élet utat tör magának, és esetleg néhány levegő morzsa útján, az megtapad néhány ilyen nedvességcseppbe, és valahol szárba szökken az élet. És mondjuk magától hoz létre szagokat. Nevezzük nem éppen észnek. Egyszer a vízhőállomás majdnem kiütették amiatt, mert egy berendezés elmozdítása után azt látták, hogy a mögötte lévő titánlemez meg van repedve. Őrült módon menekült mindenki az űrhajókban. Aztán amikor megállapították néhány keringés után, hogy oké, gyerekek, nem szökik a levegő, úgyhogy valami nem úgy van, hogy látjátok. Oda mentek, megnézték, és végül is némi alkohol segítségével megtisztították a titánlemezt. Most azt történt, hogy a hosszú évek alatt a berendezés mögött kisaljott az élet. És ez olyan formációt öltött, mint hogyha el lenne repedve a lemez. Igyunk szépen alkohollal lehetett tisztítani fényük a lemezt, és megszűnt a viasztás. De hogy az embereknek hol lehetett az a bizonyos zapszem, amíg eljutottak az űrkabinig, azt inkább ne taglaljuk. Mert ennél nagyobb észhelyzet odaföld nincs. És mi van, hogyha tökömélyik például egy ilyen berendezés, például egy ilyen nedvesség visszanyerő? Hát küldenek másik. Mikor? Halló, Houston, mikor jön az új nedvesség fel? Kinyerő, mikor tudjátok küldeni? Majd, ha a hurikánod épp ment. Az mikor lesz? Nézd az ablakot, te látod rájában. Lehet, hogy 2-3 hétig nincs indítás. 2-3 hónap is előfordulhat, kritikus esetben. És addig odafönt üzemelni kell valahogy. Tehát olyan berendezés rendszert kell összeépíteni, amiben annyi redundancia, annyi ráhagyás van, hogy mindezt kibírja. És utána a berendezéseket úgy kell feljuttatni, akár személyszállító, akár terszállító jóhajóval, hogy odafönt azt kezelni tudják. Nagy problémát okozhat, hogyha akkor a berendezést juttatunk föl egy űrállomásba, ami például nem fér át a dobfolóhajtó. Hát miért kell ilyen berendezés? Mert lehet, hogy például egy űrállomásnak vagy annak egyik szekciójának ez a fő berendezése. Akkor hogy cseréljük le? Egyszer a megoldás. Sehogy. És ha meghibásodik, hát akkor jön a nagy fejbakarás, hogy mit lehet vele kezdeni. És bizony ekkor jön az űrhajósok kreativitása, hogy hogyan lehet megjavítani bizonyos egységeket, és akkor idézőjelben izzanak a vonalak a Föld és az űrállomás között, és mindenki ötletel. Odafent és idelent is. Idelent azért, mert tudják, hogy milyen a berendezés, odafent meg azért, mert látják. És ebben az esetben föl kell küldeni valamilyen pótalkat, és mikor? Következő medrendszerinti járat. Tételezzük, hogy ez a medrendszerinti járat nem sikerül. Nem sikerül útnak indítani. Közelmúltban történt ilyen, hogy a Szojuz űrhajó, hogy is mondjam, nagyon rövid pályát futott be, és nem jutott fel a világűrbe. Odafent hirtelen nagyon gyorsan minden takaréklánkba csavartak, ugyanis nem lehet az, hogy leesett, akkor akasszunk le egy következő hordozórakétát. És először le kell gyártani. Kéne még egy űrhajó. Az is még gyártódik. Akkor mikor lesz utánpótlás? Majd. Úgyhogy úgy kell a teljes rendszert életben tartani, hogy például az itt látható Jules Verne terhajó fel tudja vinni. Majd akkor, amikor ki van írva az indítása.
És egy fontos dolog, amivel most nagyon keveset szeretnék beszélni, a biológia. Hát itt, ahogy élünk a Földön, biológiai létünk és létezésünk az egyes gravitáció mellett jött létre. Mindenünk ehhez van hozzászokva. Minden. Önhelyes, de olyan dolgokba is beleszól a gravitáció, amiről első nem is gondolták. És hogyha ez a gravitáció hirtelen megszűnik, akkor ilyen elveszettek leszünk az űrbe, és rájövünk, hogy hirtelen minden másként kezd el dolgozni a testünkben, és nagyon gyakran furcsa esetek alakulnak ki emiatt. És milyen esetek? Ezeket majd az aktuális időpillanatban szeretném elmondani, ahol az űrállomások történetében ezek ugye előfordultak. Úgyhogy ezt nem fogjuk most sokáig taglalni, de ha csak arra gondolunk, hogy józan életű egyetemistaként, szóval mindenki hívott már sört, sőt volt, aki fejen állva is megpróbálkozott fel, és tudja, hogy ez milyen problémákat okoz. Na már most, aki úgy meginni egy üveg sört, hogy semmilyen gravitáció nem hat az emberre, az igencsak problémás lehet. És éppen ezért a biológiai hatásokat, azokat majd az űrállomás részletes tárgyalásánál szeretném elmondani. És volt még egy dolog, amit nem érintettünk. Pedig azért nem, mert ami eddig volt, az minden számolható. Mindennel lehet papíron előszámolni, előtervezni. Biológiával már nem lehet. És még egy fontos dolog, ami odafön nagyon hat mindenkire. És ezek a pszichológiai hatások. Ezekhez kapcsolódó dolgokat is majd az űrállomások részletes tárgyalásánál fogom elmondani. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor az a vízjáték második kérdése az még mindig él. Négyet tudok, hogy aki mind az ötöt felsorolja, hogy mi az annak ez a nyelvény.